Valóságos szemét hegyek állnak az Aliszka Terra szekszárdi telephelyén. A szolgáltató üzemeltetési vezetője visszaigazolta, valóban több most a zöld hulladék, mint egy átlagos nyári hónapban. Még csak június közepén járunk, már most 400 tonna zöld hulladékot szállítottak el az évben. Egy gyűjtőjárat alkalmával körülbelül 20-30 tonna zöld hulladékot szedünk be, amit három gépjármű szed be. A szekszárdi önkormányzat úgy döntött, rendkívüli zöldjáratokat indít a családi házas övezet nagysága és a csapadékos időjárás miatt megnövekedett zöld hulladék miatt, mondja Bodó Kata, környezetvédelmi ügyintéző. A Szekszárd megyei város önkormányzata úgy döntött, hogy a törvény által előírt havonta egyszeri zöld hulladék járat mellé beszeretne iktatni még egy járatot, ezért havonta két alkalommal fogják elvinni Szekszárd lakosságától a zöld hulladékot. Ezen túl havonta 5 darab biológiailag lebomló zsákot is adnak ingyen minden zöld területtel rendelkező szekszárdi ingatlan tulajdonosnak, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet átvenni. Máté Péter önkormányzati képviselő azt mondja, ezekre az intézkedésekre nagy szükség volt. Egy darab zsákba senkinek nem fér be az zöld hulladék, egy 100 négyzetméter füvesített területen is több összejön, mint egy zsák, úgyhogy ehhez ezt kiegészítjük 5 darab lebomló zsákkal. Az lenne a cél, hogy mindenki lebomló zsákba tegye ki az zöld hulladékát, hogy ne kelljen újra ezt válogatni. A szekszárdi önkormányzat saját forrásból biztosítja a pluszjárat indítását. Mindez közel 5 millió forintba kerül.